Nemzeti gyásznap. Az 1956-os forradalom leverésére emlékeztek a bajaiak a déli kertben. Adventre készülnek, sokat várnak az ünnepi forgalomtól a hazai üzletláncok és kisboltok. Újra jégen. Pénteken nyitja meg kapuit a bajai jégpálya, a korongozók már megkezdték a jeges edzéseket. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! November 5-e csütörtök van, a bajai televízióban kezdődik a híradó. A Hősök emlékművénél hajtottak fejet tegnap a bajaiak az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján. November 4-én a Nemzeti Gyásznapon félárbócra eresztették a zászlókat országszerte. A bajai megemlékezésen ezúttal dr. Sörös Gergely társadalmi alpolgármester mondott beszédet, kiemelve fontos, hogy élővé tegyük és megőrizzük az emléknap jelentőségét. 1956. október 23-án az egyetemisták, a diákok békés tüntetésével kezdődött Pesten minden, majd fegyveres forradalmárok ellenállásának felmorzsolásával végződött november 11-én Csepelen. November 4-én hajnalban a szovjet csapatok bevonultak és leverték a forradalmat. A fegyveres harcokban több mint 2600 magyar veszett oda. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Szerda délután a déli kerti megemlékezésre Agós Judit és Nyírő Sándor készült verssel. Az 1956-os forradalmat követő megtorlás során százakat végeztek ki. Volt olyan gyerek, akinél megvárták, hogy nagykorúvá váljék, és csak azt követően hajtották végre a halálos ítéletet. Nagyságrendileg pedig közel 200 ezer magyar állampolgár hagyta el az országot. Dr. Sörös Gergely beszédében a menekülők helyzetéről beszélt. Mint elmondta, családja személyesen is érintett, a lelkisebek pedig sosem gyógyulnak be. A menekülőknek csak kis része volt valójában fegyveres forradalmár. Túlnyomó többségük az elnyomó szovjet rendszer berendezkedése elől menekült hazánkból. A nyugaton elérhető jobb életkörülmények és egy szabadabb élet lehetőségében bízva. A menekültek kettőharmad része volt egyedülálló, fiatal és valószínűleg többségben jól képzett férfi. Később számos ismert tudós, művész, sportoló került ki közülük. A város társadalmi alpolgármestere párhuzamba állította 56-ot a mai eseményekkel. 2010 óta mintegy 300 ezer magyar hagyta el az országot, elsősorban megélhetési okokból, fogalmazott a szónok. Az ünnepséget követően a város vezetése, a politikai pártok és az 56-os szervezetek koszorút helyeztek el a Hősök emlékművénél. Élete végéig rácsok mögött maradhat a nagymama gyilkos bajai férfi. A megyei főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott annak a 25 éves bajai férfinak, akit 2017-ben édesanyja bántalmazása miatt ítéltek el, idén januárban pedig halálra verte a nagyanyját, az asszony holttestét a pincében elásta és ellopta az áldozat pénzét. A bajai rendőrkapitányságon január 9-én délután tett bejelentést egy helyi nő, hogy 79 éves édesanyja eltűnt. A körülmények alapján bűncselekmény gyanúja merült fel, az adatgyűjtés során pedig a nyomozók rövid időn belül megtalálták otthon a pincéjében az eltűnt asszony elásott holttestét. A gyanú az unokájára terelődött, a bizonyítékok arra utaltak, hogy a 25 éves férfi egy nappal korábban bántalmazta nagymamáját, aki belehalt sérüléseibe. A gyanúsított a kihallgatása során beismerő vallomást tett. A napokban emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség az ügyben tájékoztatta a sajtót dr. Négyesiné dr. Bodó Marianna helyettes szóvivő. Mint a nyomozók feltárták, a 25 éves férfi már hosszú ideje kábítószerezett és ivott, emiatt többször kezelték drogambulancián és pszichiátrián. A kezelések azonban nem vezettek eredményre. A fiatal férfi agresszíven viselkedett hozzátartozóival, többször előfordult, hogy családtagjait is bántalmazta.
A januári gyilkosság után a férfit az egyenruhások másnap este fogták el lakása közelében. Az ügyész életfogytig tartó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, azzal kiegészítve, hogy az anyja bántalmazása miatt kiszabott korábbi felfüggesztett börtönbüntetését is el kell rendelni. A vádlott bűnösségéről a kecskeméti törvényszék fog dönteni. Sokat várnak az idei karácsonytól a boltok. Jelentős forgalom és bevétel kiesés mutatkozott a járvány időszak alatt, de a vírus ellenére az áruházláncok fokozott évvégi keresletre számítanak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt javasolja, hogy a nagyobb tömeg elkerülése érdekében, aki teheti, már novemberben szerezze be az ajándékokat. A járvány miatt sok kisbolt bezárt, a többi üzlet a szokásos ünnepi bevásárlásoktól várja a plusz bevételt. Egyes területeken, például az élelmiszerboltok tekintetében növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal, ugyanakkor egyes iparcikkek esetében még mindig visszaesés mutatkozik. Egy helyi műszaki bolt is már a karácsonyi készletbeszerzésen és az akciós termékek berendelésén dolgozik. Azt látjuk, hogy a betérő szám ugye az valóban lecsökkent ennek köszönhetően, bár próbáljuk ezt kompenzálni olyan szinten, hogyha vannak különböző megkeresések, törzsvásárlóink felhívnak bennünket telefonon, akkor természetesen elmondjuk, hogy milyen termékeink vannak, hogyha valami konkrétan érdekli, vagy hogyha nem, akkor küldünk nekik akár e-mailen is ajánlatot erről. Vadai Arnold azt is hozzátette, nekik idén októberben nagyobb forgalmuk volt, mint a tavaly novemberi időszakban. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára arra számít, hogy elsősorban decemberben, de talán kisebb mértékben már ebben a hónapban is megindul az ajándékvásárlás. Nyilván novemberben a Black Friday miatt megugrik a forgalom, és karácsonykor is jelentősebb szokott lenni a növekedés, de azért azt tapasztalható általában, hogy a vásárlók óvatosabbak, megfontoltabbak, ehhez hozzátartozik az is, hogy a biztonságosabbnak ítélt bebben többen vásárolnak, mi abban bízunk, hogy minden értékesítési csatornában növekedni fog a forgalom. A rendkívüli jogrend visszaállítása és a járvány rohamos terjedése miatt újra nagyobb hangsúlyt fektetnek az üzletek a higiéniai szabályok betartására és a biztonságos vásárlási körülmények kialakítására. Erről a minap egy sajtóközleményt adott ki az egyik nagy áruházlánc. A Tesco számára a vásárló és munkatársai biztonsága az első, így a tavasszal bevezetett óvintézkedéseinket fenntartjuk és megerősítjük a közelgő ünnepekre tekintettel. Ugye a több mint 200 áruházunk van Magyarországon, ezekben az áruházakban magától érthetődő a napi higiéni és rutin betartása, az üzleteket, ide beleértve egyébként a kosarakat, bevásárlókocsikat, fogantyúkat és más területeket a kollégáim a nyitás előtt fertőtlenítik, és a nap folyamán rendszeresen fokozott intenzitással takarítják. Az üzletek minden tekintetben igyekeznek megfelelni a vásárlók igényeinek a karácsonyi szezon alatt is, de aki kerülni a személyes bolti látogatást, annak lehetősége van az interneten keresztül is beszerezni azt, amire szüksége van. Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt javasolja, hogy a nagyobb tömeg elkerülése érdekében, aki teheti, időben kezdje el beszerezni az ajándékokat, és ne hagyják azt az utolsó napokra. Egy felsőszentiváni férfit keresnek a bajai rendőrök. Az 52 éves Varga Sándor október 31-én távozott otthonából, tartózkodási helye azóta ismeretlen. A bajai rendőrkapitányság körözési eljárást indított a középkorú személy ellen. A körülbelül 170 cm magas átlagos testalkatú barna hajú férfi eltűnésekor rövidre nyírt szakállat viselt, ruházata nem ismert. A hatóság arra kéri a lakosságot, ha valaki információval bír a férfi jelenlegi tartózkodási helyét illetően, akkor hívja a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját, tegyen névtelen bejelentést a telefontanú zöld számán, vagy tárcsázza az ingyenesen hívható 112-es segélyvonalat.
Baja város önkormányzata tájékoztatja a helyieket, hogy a fogászati ügyelet ezen a hétvégén, november 7-én és 8-án szünetel. Dr. Sárközi Dániel fogszakorvos november 14-én tudja átvenni új szolgáltatóként a feladatot elődjétől. A fogászati ügyelet új helyszíne a Battyány utca 11 szám alatti rendelőben működik ezentúl hétvégén és ünnepnapokon reggel 9 és este 10 óra között. A megjelenés előtt a vírushelyzetre való tekintettel telefonos bejelentkezés szükséges a 30-133-41-87-es telefonszámon. A november 4-én életbe lépett rendkívüli jogrend következtében a bajai programok jelentős része is elmarad. A Baja Marketing Kft. Az önkormányzattal egyeztetve úgy határozott, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a saját szervezésű színháztermi, illetve a kultúrpalotába tervezett rendezvényeket lemondja. Ugyancsak elhalasztják a turisztikai központ programjait is. A kiállítások anyagát kihelyezik ugyan, de a megnyitókat lemondják. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a kormány a héten ismét bevezette a rendkívüli jogrendet a koronavírus járvány rohamos terjedése miatt. Igazodva a rendelethez, Baján is módosítják a következő két hónap programtervét. A Bácskai Kultúrpalotában, a turisztikai központban és a színházteremben meghirdetett városi szervezésű rendezvényeket lemondják, így az Ismerd meg a nagy világvallásokat sorozat utolsó előadása, valamint a Spirál Filmklub következő vetítései is elmaradnak. Én azt mondom, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy a legtöbb betervezett programunkat itt, amit az ősz folyamára vagy új programként terveztünk, vagy pedig ugye áthoztuk a tavasszal elmaradt előadásokat, ezeket szinte kivétel nélkül meg tudtuk tartani, és ezek le is zajlottak, hála Istennek. Így aztán nagyon kevés olyan program maradt, amit most le kellett mondanunk. A külsős programokra, amelyek esetében az önkormányzat csak a helyszínt biztosítja, nem vonatkozik a módosítás. Azokat a színházi előadásokat és kiállításokat az érvényben lévő biztonsági intézkedések betartása mellett megszervezhetik a városban. Eszerint a rendezvény ideje alatt a közönség soraiban ülők kötelesek maszkot viselni, a nézőtéren pedig csak minden harmadik széken foglalhatnak helyet a látogatók. Az előre meghirdetett kiállítások anyagát megtekinthetik az érdeklődők a megjelölt helyszíneken, a nyilvános megnyitók azonban elmaradnak. A kiadott időpontokban, amikor a megnyitó lett volna, attól a naptól kezdve egészen a megjelölt utolsó napig látogathatóak lesznek ezek a kiállítások a Kultúrpalotában és a turisztikai központban is. Annyit kell tudni, hogy a belvárosi közösségi házat most határozatlan időre bezártuk, tehát az ott működő csoportok, illetve az ott tervezett kiállítások, vagy pedig az ottani állandó programok, azok most egy ideig nem kerülnek megtartásra. A Baja Marketing Kft. Művészeti vezetője hozzátette, a látogatók a rendezvények időpontjáról és az esetleges jegy visszaváltásról a Bácskai Kultúrpalota jegyirodájában érdeklődhetnek. A nézőktől pedig türelmet és együttműködést kérnek. Az Ady Endre Városi Könyvtár továbbra is rendes nyitvatartás szerint működik, lehet kölcsönözni és helyben olvasásra is van mód a megfelelő távolság betartásával, tájékoztatott közösségi oldalán az intézmény. A maszk már jó ideje kötelező a könyvtárban is, akár csak a kézfertőtlenítés, és már lázat is mérnek belépéskor. A rendezvényeket egyelőre megtartják a legújabb előírások figyelembevételével. Az eseményeken legfeljebb 40 fő vehet részt, így továbbra is előzetes regisztrációt kérnek a szervezők. Aki emiatt lemaradna egy programról, az később a könyvtár videó megosztó csatornáján megtekintheti majd az előadást. A könyvtár munkatársai kérik, hogy mindenki fogadja el és tartsa be a szabályokat, hiszen kellő fegyelmezettséggel sikerülhet úgy átvészelni ezt az időszakot, hogy megmaradjon a vírus helyzetben különösen fontos olvasás lehetősége. Megkezdték a jeges edzéseket a Balú SL sportolói. A korongozók szerdán vonultak először jégre, egyelőre csökkentett létszámmal. Pénteken már a nagy közönség előtt is megnyílik a Petőfi-szigeti pálya. A jégen nem, de a sátorban kötelező lesz a maszk viselése. A jégen folytatják tovább a felkészülést a Balú SL fiatal sportolói. Sirok Martin tanítványai a holt szezont követően szerdán húzhattak először korcsolyát, mégis nagyon magabiztosan kerülgetik a jégen elhelyezett akadályokat.
A korongosok a nyári időszakban sem pihentek, az igazán lelkesek a parkettán próbáltak mindvégig edzésben maradni. Gyakorlatilag ez a létszámban is abszolút tapasztalható, hogy a jeges edzéseken mindig többen vagyunk. Hát ez, én úgy gondolom, hogy ez így helyes, és így is működik jól. Ettől függetlenül az idei évben meg kell dicsérnem a termes edzést is, mert abszolút szép számban voltunk fönt is. A Bajai Egyesület továbbra is 3 korosztályban indul el az országos bajnokságban. A 13 és 14 évesek közötti szép számmal vannak sportolók, azonban a jégpálya mérete miatt ők nem tudnak a hazai egyesület színeiben versenyezni. Több sportoló tehát vándorolni kényszerül, így vannak, akik Dunaújvárosban, Szekszárdon vagy éppen Szegeden kezdik meg az idei szezont. Igazából nagyon jó újra hazán lenni, tehát itt Baján lent. Szegeden teljesen mások az edzések, itt kisebb a pálya, gyengébbek az edzések, de teljesen jó itt, és én itt is szeretek edzeni. A jégkorongozók mellett hamarosan a hobbi korcsolyázók is jégre szállhatnak, ugyanis pénteken nyitja meg a nagy közönség előtt kapuit a Petőfi-szigeti pálya. A kilátogatók előbb egy hoki bemutatót tekinthetnek meg, majd korcsolyába bújva avathatják fel a pályát, végül egy zenés mulatság keretein belül érezhetik jól magukat. És hogy milyen óvintézkedések mellett nyit meg a pálya, arról a Bajai Kft. Ügyvezetője számolt be híradónkban. Minden tekintetben, mind a maszkviselés, mind a távolságtartás, mind a kézfertőtlenítés ügyében természetesen mindent meg fogunk tenni. A jegyvásárlás, a korcsolya kölcsönzés mind-mind úgy fogjuk lebonyolítani, hogy ez a social distance ez meglegyen az emberek között. És a jégen természetesen, amikor a jégről lejönnek a közönség korcsolyások, akkor is feltétlenül elvárjuk azt, hogy maszkot viseljenek. A bemutató edzésre 4:45-től várják a kicsiket és nagyokat egyaránt, majd 17:30-tól lehet jégre menni, 20:00-tól pedig kezdetét veszi az idei szezon nyitó bulia. Következzen most egy összefoglaló a mai tartalomból. Nemzeti gyásznap. Az 1956-os forradalom leverésére emlékeztek a bajaiak a déli kertben. Adventre készülnek, sokat várnak az ünnepi forgalomtól a hazai üzletláncok és kisboltok. Újra jégen. Pénteken nyitja meg kapuit a Bajai jégpálya, a korongozók már megkezdték a jeges edzéseket. Kedves nézőink, csütörtöki híradónk végére értünk, hátra van még az időjárás és vízállás jelentés, friss összeállítással pedig holnap este 6 órakor várom Önöket majd ismét. A műsort készítő kollégák nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, így jó részt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Párássá válik a levegő, és főként a középső részeken köd, illetve réteg felhőzet képződhet. Pénteken ez gyorsan zsugorodik, majd feloszlik, így jó részt mindenütt gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 14 fok között várható.